Hőségriadó, megérkezett a kánikula. Kvaterka a mélyvölgyben, élő lánc közös kocintással. Új egyéni rekord, Tóth Anna második az OB-n. Jó estét kívánok, kezdődik a híradó, jönnek a részletek. Hétfőtől szerda éjfélig tart a hőségriadó, megérkezett a kánikula. Az ország egész területén 30 fok feletti maximumokra kell számítani a következő napokban. A forróságot gyenge hidegfrontok törik majd meg, heves záporok, zivatarok érkezhetnek, sőt felhőszakadásra is számítani kell. Az egészségügyi szakemberek fokozott vízfogyasztásra, fényvédő készítmények használatára és a megterhelő fizikai munka mellőzésére figyelmeztetnek. A hőség különösen a kisgyermekekre, az idősekre, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőkre lehet veszélyes, de az egészséges szervezetet is megviseli. Tűző napsütés, megérkezett a kánikula, hétfőtől az ország egész területén életbe lépett a hőségriadó. Napközben 30 fok feletti maximumokra kell számítani a következő napokban. Az látszik, hogy melegszik, így ezekben a órákban, aztán kedden hajnalra egy kicsit visszaesik a hőmérséklet, aztán kedden napközben ismét melegedni kezd. És szerdán is tombol majd a forróság, a meleg nyári napokat több hullámban érkező gyenge hidegfrontok törik majd meg, heves záporokra, zivatarokra számítani kell. Ma éjszaka is előfordulhatnak, bár kisebb eséllyel, de szerdán, illetve csütörtökön kimondottan nagy eséllyel várunk a záporokat, zivatarokat. Ezekre vonatkozóan van figyelmeztető előrejelzés. A kánikula elsősorban a kisgyermekekre, az idősekre, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőkre lehet veszélyes, de az egészséges szervezetet is megviseli. Éppen ezért az általunk megkérdezett háziorvos mindenkit a fokozott vízfogyasztásra, a fényvédő készítmények használatára és a megterhelő fizikai munka mellőzésére figyelmeztet. Felszegi Sára szerint ugyanilyen fontos, hogy aki teheti, 11 és délután 4 óra között ne legyen a napon, és a parkoló autóban való tartózkodástól is óva intett. Soha se hagyjunk gyereket, idős embert a gépkocsiba, mert pillanatok alatt akár 50 fokra is felhevülhet a gépkocsi, és akkor az hát akár halálos kimenetelő állapotokhoz vezethet. A kánikula szerdán tetőzik. Egy hidegfront hatására az előrejelzések szerint csak pénteken csökken 30 fok alá a hőmérséklet, szombattól viszont újra visszatér a forróság. A DK-nak nagy a felelőssége és a kötelessége, hogy képviselje Miskolc lakosságát, Hegedűs Andrea szerint. A párt ezért indította el az Őszintén Miskolcért programot, amelynek részeként az elmúlt hónapokban városszerte 30 alkalommal települtek ki a DK munkatársai, hogy a helyi lakosokkal beszélgessenek. Az országgyűlési képviselő sajtótájékoztatóján elmondta, a miskolci emberek szerint a legaggasztóbb problémák közé tartozik jelenleg a megélhetés, az oktatás, a lakhatás és az egészségügy helyzete is. Mi márciusban kezdtük, és márciustól júliusig durván 30 kitelepülésünk volt. Az Őszintén Miskolcért program célja az volt, hogy megszólítsa a lakosságot. Az ellenzéki párt képviselői és önkéntesei arról kérdezték a miskolciakat, hogy mik aggasztják őket leginkább. A legfontosabb, ami foglalkoztatja az embereket, a megélhetési probléma. Méghozzá a megélhetés olyan oldaláról, hogy kérdéseket kaptunk, hogy közvetítsem akár én a parlamentbe, akár pedig a város három önkormányzati DK-s képviselője a közgyűlésben mondja el, hogy olyan kérdések merültek fel az emberekben, hogy miből fognak megélni, hogyan fogják a gyermekeiket iskoláztatni, tanítatni, hol fognak lakni,
lesznek-e megélhetési gondjaik a jövőben. Ezen kívül az oktatás jelenlegi helyzete, az egészségügy működése, a lakhatási kérdések és az elszabadult élelmiszerárak miatt is aggódnak az emberek a DK szerint. Van alternatíva, van remény a változásra, kormányváltásnak hívják, és Dobrev Klára által vezetett szociáldemokrata árnyékkormány biztosítani fogja a jövőben, hogy ne legyen megélhetési probléma, el fogják törölni az Orbáni inflációt, és biztosítani szeretné Dobrev Klára árnyékkormánya, hogy az emberek számára ne az árak emelkedjenek, hanem a bérek és a nyugdíjak emelkedjenek. A politikus hozzátette, az őszintén Miskolcért program a nyári szünet után szeptemberben is folytatódni fog. Az Avasi Arborétumba vezetett szombaton a garantált város nézőséta. Több mint 60-an voltak kíváncsiak a még mindig sokak számára ismeretlen értékes növénygyűjteményre. A Miskolci Turisztikai Társaság márciustól minden hónap második szombatján előre meghirdetett időpontban és helyszínen tematikák mentén várja az érdeklődőket városjárásra. Elmegyünk a Avasi Arborétumig, de természetesen közben többször meg fogunk állni, és igyekszem sok érdekeset elmondani. Szombaton a Turinform iroda előtt nagyon sokan összegyűltek, hogy a garantált városnéző sétán felfedezzék az Avasi Arborétumig vezető út nevezetességeit. A Széchenyi utca után a Színva terasz és a Herman Otto múzeumot érintve érkeztek, az Aulik Lajos és a Percelmór utca között található fenyőkertbe. Többen már nem először vettek részt a sétán. Ha időm engedi, akkor mindig részt veszek ezen a programon. Szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés. Miskolciként is rengeteg új információt lehet megtudni ezeken a sétákon, és tényleg arról szól, hogy azokról az épületekről, helyekről, szobrokról olyan érdekességeket tud meg az ember, amielőtt lehet, hogy nap mint nap elmegy, és még sincs semmilyen információja róla, úgyhogy szerintem nagyon fontos lenne a helyi lakosoknak is kicsit turista szemmel nézni a várost. Az Avasi Arborétum fenyőkertje másfél hektáros, 600 féle speciális nemesítésű nyitva termőnek, köztük több mint 1000 egyednek ad helyet. A város igazi zöld ékszerdoboza tavasztól őszig várja az érdeklődőket. Fenyőfélék, borókák, tiszafák, tuják, álciprusok, ciprusok találhatóak itt nálunk, ugye szép számmal. Igazándiból, ami még a különlegesség, az én nagypapám alapította ezt a gyűjteményes kertet egy 30 évvel ezelőtt, és azóta az alapítvány, aki gondozza, népszerűsíti a kertet. 2015 óta szervez a Miskolci Turinform iroda garantált tematikus belvárosi sétákat, amelyek minden évben egyre népszerűbbek. Ez egy kicsit ilyen kakukktojás a mai séta, mert hogy az Avasi Arborétumba vezetett, egy picit kiebb jöttünk a szorosan vett belvárosból, de egy rendkívül népszerű séta, hiszen gyakorlatilag két sétát ölel fel, amíg ide érkezünk, addig megtekintettük a nevezetességeket, amelyek a út során érintettük, itt pedig egy szakvezetéses séta keretében pedig a fenyőkertet lehet megismerni. A Turinform iroda az Arborétumba már harmadik éve szervez sétát. Tóth Bodnár Krisztina szerint még mindig kevesen ismerik ezt az avasi oázist, ezért is hirdették meg ismét a látogatást az érdeklődőknek. Ezúttal több mint 60-an voltak rá kíváncsiak. Adomány és díjátadó, valamint egy országos verseny is volt szombaton a 23. Avasi Kvaterkán. Ismét megteltek a mélyvölgy pincéi, ételekből és italokból sem volt hiány. Idén először nevezett a Bükki Borvidék a Magyar Bornapja alkalmából a koccintás kiírásra. A szervezők arra buzdították a rendezvényre látogatókat, hogy minél többen alkossanak élőláncot az Arnóti Sorboros pincéi között, és egy időben koccintsanak. Május közepén élettel teltek meg a történelmi avas macskaköves utcái. A Miskolci Borbarátok Társasága 11. alkalommal szervezte meg a borangolást a pince soron. A város legnagyobb borgasztronómiai rendezvényén 68 helyszínen csaknem 100 borászat, 50 zenekar és számos gasztronómiai szolgáltató várta a szórakozni vágyókat. A programon pince szépségversenyt rendeztek, és a figurás poharak árából jótékony célra is gyűjtöttek. Palackozott borok sorakoznak katonás rendben ebben az Arnóti sori pincében. Kicsit beljebb hordók és tartályok. Ez a pince is nevezett a szépségversenyre. Nagy szeretettel átadjuk
Gonda Péternek és a Gonda Pincének. A legszebb Nagy Pincének járó díjat szombaton adták át a tulajdonosnak. Ugyancsak a szombati kvaterkán kapta meg a Miskolci Állatsegítő Alapítvány. A borangolás figurás poharaiból gyűlt összegről az emléklapot is. A városvezetés törekvései kevesek lennének egy ilyen remek közösség nélkül. A közösség pedig ma is megmutatta az erejét az Avason, hiszen látszik, hogy azok a pince szépségversenyen elinduló jelöltek, akik egy része különböző díjazásban is részesült, azok imádják a pincéjüket. Szinte gyerekként, saját gyerekükként kezelik a pincéjüket, és ezek nélkül, a pince tulajdonosok nélkül nem tudnánk sikert elérni az Avason. Burgony Péter, az Avasi Quaterka projekt vezetője elmondta, hogy a boros programot 23. alkalommal szervezték meg, és a rendezvény egyre népszerűbb. Itt nagyon sok olyan borász telepedett meg, akinek egyre jobb borai vannak, és hát meg is látszik, mert ez a legnagyobb létszámú avasi katerka rendezvény. Folyamatosan nő, folyamatosan jelentkeznek az emberek, folyamatosan jelentkeznek azok a borászok, akik szeretnének részt venni rajta, és hát ma este egy nagyon sok programmal készültünk, és hát a Avasi Borút Egyesülettől a Bük Plusz, a szövetség a Büki Borászokért Egyesülettel együttműködve tudunk összehozni egy olyan rendezvényt, ami hát úgy gondolom, hogy egyre inkább egyre jobban szeretik a miskolciak. Jó hangulatból ezúttal sem volt hiány. A mélyvölgyben a buborékoké volt a főszerep, szóda, fröccs és finom borok. Állandó vendégek vagyunk a katerkán, a borangoláson, szeretjük a borokat, egyébként ez remek miskolci program, mert legalább felpesdíti az itteni életet, és legtöbbször általában, ha lehet, akkor tokai borokat kóstolunk, de a száraz borok az én speciál kedvenceim, és a fehér az minden mennyiségben jöhet. A Magyar Bornapi alkalmából a kocintás országos verseny felhívására először nevezett a Bükki borvidék. Ezzel Miskolc is lehetőséget kapott arra, hogy elnyerje az idei legkedveltebb borvidéki település címet. A részvétel a fontos. Mi először indulunk, tehát azzal tisztában vagyunk, hogy azok a borvidékek, akik hamarabb indultak, és már 10., 20., ki tudja, hányadik alkalommal rendeznek hasonló rendezvényt, sokkal nagyobb létszámot tudnak meghívni, hiszen már visszatérő rendezvény. De bízunk benne, hogy ezzel mi most egy olyan eseményt hívtunk életre, aminek majd lesz folytatása a következő években. A mostani kvaterka célja a többi közt az volt, hogy a Bükki borvidéket népszerűsítse, összehozza a bükki borászatokat és a borkedvelő közönséget. Ma ünnepli a Miskolc Városi Közlekedési Társaság a helyi villamos közlekedés 126. évfordulóját. A jeles ünnep alkalmából forgalomba állt a bécsi, a tátra és két bengáli jármű is az 1-es és a 2-es villamos vonalán. A muzeális értékű közlekedési eszközök most is népszerűek voltak, sokan utaztak rajtuk, és többen meg is örökítették a villamosokat. A szerelmények közlekedtetésével az MVK azokra szeretne emlékezni, akik 1897. július 10-én elindították a villamos közlekedést városunkban. Sérüléséből visszatérve, új egyéni rekordot elérve, második lett a 100 méteres gátfutás felnőtt országos döntőjében Tóth Anna. A DVTK 19 éves sprintere az Új Nemzeti Atlétikai Központban rendezett versenyen elérte célját, sikerült 13 másodpercen belül célba érnie, és a hétvégén már egy újabb nemzetközi viadalon, az Európa-bajnokságon áll rajthoz Finnországban. 12,84 század másodperccel új országos rekordot jegyezve, az eddigi saját legjobb eredményen 16 századot javítva, ezüstéremmel zárta szereplését a 100 méteres gátfutás során Tóth Anna. A DVTK 19 esztendő sprintere a Nemzeti Atlétikai Központban rendezett 128. felnőtt magyar bajnokságon ért el szenzációs eredményét, csak Kozák Luca tudta őt megelőzni. Pedig 5 hetet kihagyni kényszerült Anna az országos bajnokság előtt. Úgy gondolom, hogy csalódott én már a szezonban nem lehetek, mert teljesen túlszárnyaltam a 13-as álomhatáromat is, illetve az U23-as országos csúcsot is, mert azért az is így a vágyam volt. Igaz, hogy az elkövetkezendő 3 évre satszoltam be, hogy akkorra szeretném megdönteni, szerencsére sikerült.
Most még örülök neki, és még nagyon a hatás alatt vagyok, de holnap utazunk az Európa-bajnokságra. Egy nagyon erős mezőnyben az óriási presztízsű országos bajnokságon futotta meg Tóth Anna ezt a szenzációs időeredményt, ami után 7 századdal maradt csak el az olimpiai kvalifikációs szinttől. Ezen a versenyen Tóth Anna egy nagyon magabiztos előfutammal 13-20-at futott, bejutott a döntőbe, ahol is élete leggyorsabb futását tudta produkálni, már érvényes szélviszonyok között hatalmas, nem várt egyéni csúcsot futott. A kimagasló siker kapcsán készült beszélgetésünket a Miskolc Televízió keddi sportműsorában láthatják majd. Újabb 2 értékes győzelemmel, 2 rendkívül magabiztos sikerrel folytatta aranyérmekkel övezett szereplését Mészáros László. A DVTK világklasszis erő emelője időrendben először a spanyolországi világbajnokságon győzött, majd 2 hét elteltével az angliai Nottinghamben óriási előnnyel nyerte meg saját kategóriáját és abszolút kiírást is. Újabb aranyérmekkel, egy Pro League világbajnoki és egy Európa bajnoki győzelemmel folytatta szenzációs szereplését sportágában Mészáros László. A DVTK sokszoros világcsúcs tartója egy spanyol kisvárosban feküdt a súlyak alá, és mind saját kategóriájában, mind pedig az abszolút értékelésben maga mögé utasította a mezőnyt. Igazából egy felkészülő verseny volt, hogy hol tartok a tavaszi felkészülésben. 240, 260 és 270 kg volt a gyakorlataim, nagyon könnyű volt a 270, abban maradt egy pár kiló, de úgy voltam vele, hogy majd a következő versenyre, hiszen rá 2 hétre már egy másik versenyen mérhetjük magunkat. Ez a verseny pedig Angliába, egészen pontosan Nottingham városába szólította a versenyzőt, ahol 8 ország indulóit számláló mezőnyben emelte a súlyokat a klasszis sportoló. 272,5 kg-mal újra mindkét kategóriát megnyerte, méghozzá komoly előnnyel elérve a dobogó tetejét, pedig a nyomáshoz használt pad az egész mezőnynek nehézséget okozott. Nagyon-nagyon meg tudja zavarni az embert, hogy milyen szögbe fekszik a padon, és akkor előrébb kell tengeni egy pár centivel, de akkor a harmadikra már összeraktam a nyomást is. Én azt mondom, abban is benne maradt egy pár kiló, legalább 5 kiló abban a nyomásban, de nem volt értelme tovább felmenni, hisz így se 50 kilót vertem a másodikra. Pár nap eltéréssel világ és Európa bajnoki aranyérmet is begyűjtött tehát a DVTK versenyzője. A vele készült teljes beszélgetést sportműsorunkban láthatják. Holnap reggel még záporok lehetnek, de napközben 30 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Részletek hamarosan az időjárás jelentésben. Riportjainkat a minap.hu-n visszanézhetik. Friss hírekkel legközelebb kedden este a szokott időben jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!